Folytassuk akkor a gyógyászatot, de a gyógyászat jelen esetben inkább növényeinkre vonatkozik, a homeopátia bizony hat a növényre is, ha hiszik, ha nem. Az elmúlt hetekben esett éjjel, és esett nappal is. Nem csak miáztunk meg számtalanszor, de a nagy meleg és a sok csapadék hatására megnőtt a páratartalom, ami kifejezetten rosszat tett egyes növényünkkel. De ez tulajdonképpen a gombabetegségeknek és a fertőzéseknek a melegágya. Ez leginkább a gyümölcsfákon, illetve gyümölcstermő növényeken látszik meg a legjobban, hiszen ilyenkor például a szőlőn a lisztharmat, a peronoszpóra gomba, pontosan ebben az időszakban, hogyha nem figyel rá az ember és nem védekezik időben ezek ellen a betegségek ellen, akkor futó tűzként terjed végig, akár egy ültetvényen, akár pedig otthon a házi kerti viszonyok között. Gyümölcsfákon is, tehát moníliás megbetegedés, őszi baracnak, nektarinnak, körtének, mindenféle rozsda és gombabetegségei, azok szintén ugyanebben az időszakban, ugyanebben a páradús időszakban végig söpörhetnek egy házi kerti, illetve ültetvény viszonyban, hogyha nem figyel rájuk az ember és nem védekezik ellene. Nick Zsófi szerint napjainkban már elengedhetetlen, akár csak egy kertbarátnak is, hogy legyen bármilyen apró kertje, de ne permetezze be. Sőt, ilyen csapadékos időben akár 2-3 hetente is lehet ismételni. Ha valaki esetleg ezt elmulasztotta, akkor most figyeljen, mondjuk mi a teendő, hogy mentsük a menthetőt. Ezeket a betegleveleket, hogyha még nem az egész növényre terjed ki, el kell távolítani, nem elég csak levágni és otthagyni, hanem össze kell gerebjézni, felégetni, tehát hogy semmiképpen ne legyen ott maga a növény körül, és utána mindenképpen kell alkalmazni kell a permetezést, tehát hogy nem lehet csak úgy hagyni, mert ugyanúgy benne lehet magában a növényben a fertőzés. Ha ezt gondosan elvégezzük, akkor nem kell további károktól tartani. Van viszont egy növény, ami bár Magyarországon nem mondható őshonosnak, mégis egyre több kertben hódít. Ott szeret a legjobban, ahol a szőlő csak sokkal ellenállóbb, és a mostanihoz hasonló párás levegőt is kedveli. Ki nem találnák, de ez a kivi. Az elmúlt években eléggé felkapott lett. Nagyon-nagyon könnyű a gondozása, egy elég viszonylag igénytelen növényről van szó. Egyetlen egy dologra kell figyelni, hogy káliumhiány léphet fel nála, de ezt egyből jelzi, mert elkezd sárgulni a levele. Akkor általában ilyen muskátli földet szoktak neki adni. Ugyanolyan szőrös egyébként, mint maga a termése. Tehát, hogy végig a szára is, illetve a levele is, hogyha megfogja az ember, akkor ilyen apró kis szőröket lehet felfedezni. Hogyha rászáll egy bogár vagy bármi, akkor ezek őt szúrják. Tehát, hogy annyira nem szúros, mint mondjuk egy tűztövis, vagy egy homoktövis, vagy egy rózsának a tüskéje, de mindenképpen egy védelmi funkcióként szolgál. Bárhol lehet, arra kell figyelni, hogy nagyon-nagyon gyorsan nő, tehát körülbelül ez, ami itt most egy friss hajtásnál, ez egy ilyen egy nap alatt. Mindezt hallgatva és látva, az jutott eszembe, ha így változik időjárásunk és kis hazánkat ellepik a kivi ültetvények a jövőben, az is lehet, hogy unokáinknak már nem az égigérő passzújról, hanem az égigérő kivi tőkéről fogunk majd mesélni. Hát mondjuk úgy, hogy ha már homeopátiával kezdtük és azzal is folytatjuk, az egy picit megosztó azért. Van, aki szereti, van, aki hisz benne, van, aki nem hisz benne. Az angol királynő és a királyi család például homeopátiát használ, ezt tudtad? Azt nem és tudtam. A kislányomnak is homeopátiás gyógyszereket ad az anyukája, és működőképes a gyerekére is. Ezzel kapcsolatban azért tényleg itt érvek, ellenérvek csapnak össze mind a két oldalról, mind az orvosi társadalom. Mind ezek a növények, amiket láttunk, kifejlesztettek egy védekező mechanizmust, egy rendszert, szőrös, blablabla, amire szerintem a homeopátia szépen tud ráépülni, és ezt tudja erősíteni. Na, hát mindjárt meglátjuk, hogy mit igazol vissza ez a gyakorlatban. Szép estét. Valóban jól sejtjük ezt az összefüggést, hogy a homeopátia gyakorlatilag a növény védekező képességét erősíti? Jó estét kívánok! Igen, nagyon jó a sejtés. Egyrészt hadd igazoljam, hogy tényleg itt van vita a homeopátia kapcsán, de pont a növények azok, akik ezt szépen bizonyítják, hogy milyen jól hat a homeopátia, és milyen szépen tudnak gyógyulni a homeopátiás kezeléstől. De mit jelent a növények esetében a homeopátia? Ugye az elva hasonlót a hasonlóval, amikor ugye mi vagy nálunk alkalmazzák akár ezekkel a kis bogyócskákkal, de a növényeknél ez hogy működik? Nem vagy nagy kertész, nem a permetezőgéppel megyünk be. Nem, már gondoltam. Hanem valami egészen érdekes varázslat. Erre utaltam, ezen ugye? Nem mondtam ellen. A homeopátia ez mindig a hasonlóság elvén alapul, ezt nagyon jól mondta. Tehát mindig
azt a betegséget tudja meggyógyítani, amit hogyha egy egészséges embernél adunk, akkor nála olyan tüneteket produkálna. Tehát, hogyha valakinek adunk egy homeopátiás gyógyszert, és az kiütéseket produkál nála teljesen egészséges állapotban, akkor ez egy idő után elmúlik, de mi tudjuk, hogy akkor ez a gyógyszer a kiütéses betegségekre lesz jó. Ja. És pontosan ugyanezeket a tüneteket lesz képes meggyógyítani. A növényeknél teljesen ugyanez van. Itt az a lényeg, hogy kicsit több tapasztalatra volt szükség, hogy ki lehessen találni azt, hogy mire jó. De például, ha mondhatok egy példát a saját tapasztalatomból, hogy sövényt ültettünk késő össze, és azt a tanácsot kaptuk a kertészetben, hogy jól, alaposan iszapoljam be a növénynek a gyökerét, amikor ültetjük. Én ezt meg is tettem, és amikor kész volt az ültetés, egy-két napon belül elkezdtek sármulni a levelek. És itt az a lényeg, hogy figyeltem a reakciót. Nagyon gyors reakció volt, tehát egy-két nap alatt a növény reagált, sármult a levele, plusz tudtam, hogy vizet kapott, tehát vízben állt a gyökér, és valószínűleg, mivel késő őszi idő volt, hideg volt a víz, amire én akkor nem gondoltam. És ebből már az embergyógyászatból ismert dúlkamarával tudtam meggyógyítani szépen a növényemet, mert tudtam, hogy a hideg vízben lábról felfázó embert is, ez a mind a kettőnkben hatalmas kérdések fogalmazódtak be, és nagy levegőt vettünk egyszer. Na, de akkor ezt hogy képzeljem el? Abba a permetező, háti permetező berendezésben ez az anyag van benne, és ezzel megyünk végig. Meglocsoljuk vele, nem? Na hát igen, ezt a kérdést szokták föltenni, hogy a gyógyszertárban lehet ezt beszerezni a homeopátiás gyógyszereket, és azok golyóformában van annak, hogy adom ezt a növénynek be. Egész egyszerűen föloldom egy másfél-két decis műanyag pohárban és vízben, beleteszem a szokásos öntözővízbe, és kiöntözöm a gyökér területére. Nem megyek a permetezőmmel, mert az a tapasztalat, hogy sokkal jobb a hatás, hogyha a gyökéren keresztül szívom. És akkor az a nagy kérdés, mert ön nyilván homeopataként ezt tudja, de én egyszerű kis otthon kertészkedőként, vagy Viktor pláne, honnan tudja, hogy mely golyócskát kell föloldani éppen az adott növényen tapasztalható problémára. Ehhez mindenképpen vagy kell egy homeopata, aki segít, vagy pedig legyen egy jó szakidalmunk. A homeopátia az egyéni terápia, tehát mindig meg kell figyelni a tüneteket, mi volt a kiváltó ok. Tehát például egy időjárási körülmény, a szomszéd permetezett, vagy éppen szúnyogírtás volt, vagy bármi, vihar volt, fagy volt, tehát bármi. Tudni kell a körülményeket, és ez alapján fogunk szert választani a növénynek. Ha például mondjuk vegyünk egy kártevőt, a levéltetveket, ami nagyon népszerű, nagyon sokan vannak, akkor ha van egy jó szakirodalmam, akkor fölütöm a könyvet a levéltetveknél. Ha nem tudom, hogy levéltető, mert mondjuk annyira hobbi kertész vagyok, hogy még nem is értek hozzá, akkor a szakirodalomban a képek alapján el tudok igazodni, belövöm, hogy nekem ez a problémám mondjuk a rózsámnak, és akkor megnézem, ott felsorolnak 5-6 szert, ki tudom választani, ha jól megfigyeltem a tüneteit a rózsámnak, hogy mi az a szer. Általában a cimicifugát szoktuk használni legelőször, de van más lehetőség is, hogyha mások a tünetek. Jó. Még egy nagyon rövid gyakorlati része a történetnek, és akkor szerintem ezzel sokak kérdését fölteszem. Túlja, nem az az érdekes. Túlja a kertben, nagyon sokan küzdenek az, hogy megveszünk, gyönyörű, és sárgul a levele. Na arra például mit tegyünk? Hát ez egy nagy kérdés, hogy mit tegyünk vele. Itt is végig kell gondolni, hogy mi a kiváltó ok. Tehát itt is több fajta a dolog lehet. Nekem volt ilyen tojám a kertben. A legelőször is levágtam az elbarnult, vagy a megbarnult részeket, ugye ez lehet gombás fertőzés, vagy bármi más. Tehát ki kell találni, hogy mi volt a kiváltó ok, ami hozta. Igen, igen. De nem, az egyszerű, hogyha az ember elkezdi csinálni, akkor bele fog jönni. És én például egy brióniával nagyon szépen tudtam meggyógyítani a tujámat. Köszönjük, hogy eljött hozzá. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.